Idén is lélegzetelállító repülőbemutatókkal készülnek a szervezők a Burgundy légiparádéra. A visszaszámlálás elkezdődött, és már csak néhány nap választ el minket az idei ősz egyik legjobban várt eseményétől. Ennek megfelelően az Albatrosz repülőegyesületnél mindenki gőzerővel dolgozik azon, hogy 2024-ben is egy látványos rendezvény részesei lehessünk. Róth Péter alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a szervezők úgy döntöttek, megtartják az idei légiparádét. Tavalyi tragikus baleset hatása ott van mindenkiben. Örülök annak is, hogy a szervezők megemlékezéssel fogják kezdeni a vasárnapi programot, hiszen két olyan elkötelezett pilótát vesztettünk a tavalyi évben, akik példaértékű szakmai életutat tudhatnak maguknak. Itt Fehérváron azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek komoly hagyománya van. A Burgundy repülőtéren évről évre a legkiválóbbak gyűlnek össze és mutatják meg tudásukat Fehérvárnak. Szilárdi Dezső, az Albatrosz repülőegyesület elnöke úgy fogalmazott, visszatérnek a közönség kedvencek, világbajnokok, Európa bajnokok repülnek majd Burgundy légterében. Idén viszont különleges szerepet töltenek be a rendezvényen a helikopterek is. Az 50. évfordulója van annak, hogy Burgundy repülőtérre települt a helikopter ezred. Ebből adódóan a helikopterek most az idén egy kis kiemelt figyelmet kapnak, hiszen minden olyan helikopter, ami egykor itt teljesített szolgálatot, az repülni fog itt, és bemutatót fog tartani. Valamint statikusban is lehet majd látni a kamuf helikoptert, a Mi-2-es helikoptert, de lesznek a modern helikopterek csoportjából is számosan. Józsa Dávid, az Albatrosz repülőegyesület elnök helyettese arról beszélt, hogy a helikopterek mellett motoros műrepülőgépek széles választékával készültek a 2024-es Burgundy légiparádéra. Itt lesz Ferenc Zoltán MX-es típusú műrepülőgépével, Vári Gyula korábbi katonai pilóta Mi-21-est és Mi-29-est repült. A nagy közönség a Mi-29-es időszakból ismerheti inkább, hisz nagyon sok díjat nyert Angliában Mi-29-essel. Ő egy AK-55-össel fog érkezni, de itt lesz a magyar fejlesztésű Generation Gen Pro is, Rohács Tamás pilóta jóvoltából, és a katonai helikopter mellett, ami Szolnokról érkezik, szintén Szolnokról jönni fog hozzánk egy Zlin 242L típusú kiképzőgép. Idén is lesz retróbusz, ami a piactér Burgundy repülőtér útvonalon közlekedik majd. Újdonság, hogy a megvásárolt buszjegy egyben tombola szelvény is, amivel az utasok automatikusan bekerülhetnek a sorsolásba, ahol valódi élményrepüléseket nyerhetnek. Részletes információk a rendezvényről a Burgundy légiparádé Facebook eseményénél, vagy az Albatrosz Repülőegyesület Facebook oldalán olvashatóak.